A stúdióban az LMP társelnöke Szél Bernadett, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Több témáról is beszélgetünk a következő percekben, adótörvények, államreform, de kezdjük a beutazási tilalommal. Ön szerint mi az oka annak, hogyha az Egyesült Államoknak van információja Magyarországgal szemben valami fajta korrupciós vádról, akkor mi az oka annak, hogy az egyébként máskor vele együttműködő társszervek, akár az Interpol, akár a CIA, nem oszt meg semmilyen információt velünk? Hát azt gondolom, hogy itt együttműködésben egyáltalán nincsen hiány, hiszen nagyon korrektül jártak el. Elmondta a good friend úr, hogy mivel nem magánszemélyekről van szó, hanem olyan emberekről, akinek valamilyen fajta, úgy fogalmazzak, a közbizalmat élvezik, olyan státusuk van ebben az országban, elmentek és szóltak az illetékes magyar félnek. Viszont ugye azt nem várhatjuk el az Egyesült Államoktól, hogy a saját szabályaikat megkerülve, azt áthágva átadjon konkrét neveket. Ez a mi feladatunk lenne, hogy kinyomozzuk. Amikor azt mondja, hogy konkrét embereket megkerestek, akkor mire gondol? Mert ugye, amikor, hogyha az elmúlt időszakra visszanézek, akkor számtalan olyan bűncselekmény történt, vagy volt olyan eset, amikor a CIA konkrétan együttműködött a magyar titkos szolgálatokkal, vagy akár az Interpol a két országnak a rendőrségi szervével. Én azt gondolom, hogy az együttműködésben most egyáltalán nincsen hiba, hiszen oda mentek és elmondták, hogy van egy ilyen helyzet. Viszont a konkrét neveket, ugye, hát good friend úr ment el a külügyminisztériumhoz, és jelezte azt, hogy van egy ilyen probléma. Konkrét neveket viszont jelezték már többször, és most már ugye Szijjártó úr kiment Washingtonba, és ott is elmondták, hogy konkrét neveket nem fognak tudni kiadni, mert a saját szabályaikat lépnék ezzel át. Én azt mondtam egyébként a bizottsági ülésen is, hogy szerintem Magyarország is azt várná egy másik országtól, hogy tartsa tiszteletbe a saját szabályait egy hasonló esetben, mondjuk fordított körülmények között. Na jó, de hogyha bűncselekmény gyanújáról van szó, akkor nem két ország politikusai beszélgetnek egy problémáról, hanem a két ország hatóságai együttműködnek. A jelen esetben erre nem látunk jelet. Én azt gondolom, hogy most a magyar hatóságoknál van a lehetőség arra, hogy elkezdjék kinyomozni azt, ami történik. Ugye rengeteg támpontot kaptak. Ehhez ugye úgy fogalmaztam, hogy a zöld osszé, Horváth András írás zöld osszéja kinyílt, és elkezdtek nevek kikerülni belőle. Utána kellene nézni, hogy egyáltalán ezek valósak, és hogy konkrétan mi zajlik. A kormányzat részéről látunk egy nagyon nagy mértékű felelőtlenséget. Ott kezdődik a történet, hogy egyelőre utána kell nézni annak, hogy valósak-e vagy sem. Hogyha önről azt gondolom, állítja valaki a sajtóban. Két szintről beszélünk. Tehát az egyik az, hogy van egy korrupciós gyanú, ami miatt kitiltottak embereket az Egyesült Államokból. A másik az, hogy konkrétan kik ezek az emberek, akik ebben érintettek. Minden eszköze megvan a magyar kormánynak, hogy ezt megtegye. Pillanatnyilag azt látjuk, hogy a gazdasági miniszter úr azt a szót ismételgeti, vagy azt a kifejezést, hogy ő megbízik a kollégáiban. Ezt mondja Lázár János is, és egyszerűen nem hajlandók föltenni a kérdést az érintett embereknek, hogy elnézést, ön kitiltották az Egyesült Államokból, vagy sem, és ha kitiltották, akkor vajon miért? De miért nem ad át az Egyesült Államok bizonyítékot Magyarországnak? Azért, mert van egy törvénye, ami arról szól, ez a bizonyos elnöki proklamáció, hogy a személyiségi jogok védelmében ezt nem teheti meg, nem adhatja ki. Szerintem nagyon nagy hiba az, hogy a magyar kormányzat körülbelül leragadt itt, és nem teszi meg azokat a joggal elvárható intézkedéseket, amiket viszont igenis meg tehetne. Csak milyen intézkedéseket kell megtenni akkor, hogyha a konkrét információkat nem adja át? Hát én elmondom, például gondolom, én azt javasoltam Lázár Jánosnak, hogy az elmúlt időszakban akárhányszor felmerült valamilyen bűncselekmény gyanú, akkor nem hivatkoztak erre az elnöki proklamációra. Szerintem kicsit hagyjuk Amerikát, és beszéljünk inkább Magyarországról. Én ezt mondtam egyébként Lázár János úrnak is, amikor megtisztelt minket azzal, hogy bejött a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére, hogy ugyan már hívja föl Vida Ildikó elnökasszonyt, a NAV elnökéről van szó, és kérdezze meg, hogy tisztelt elnökasszony, nem tudom, hogy érintett vagy nem, de tisztázza számunkra. Nagyon kellemetlen az, hogy a magyar kormányzat gyakorlatilag semmivel nem tud beszámolni a magyar embereknek arról, hogy miket intézkedik a saját hatáskörében, a saját illetékességi körében. És erre azt mondta Lázár János úr, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és felveti a kormányzatnak. Másnap Varga Mihály úr, ugye az NGM közvetlen ellenőrzés alá tartozik a NAV, már azt mondta, hogy ő megbízik a kollégájában, és ő nem teszi fel a kérdést. Szóval itt arról van szó, hogy magyar kormánytagok, és Orbán Viktor ugye nem is nyilatkozik a kérdésben, gondolom ez mindenkinek feltűnt, de a magyar kormánytagok egész egyszerűen nem hajlandók feltenni azt a kérdést, még a legszűkebb körben sem, tehát elnök, navelnök, vagy államtitkárok, államtitkárhelyettes miniszterek, hogy ki érintett a botrányban, és ki nem, és szerintem ez önmagában egy botrány. Igen, csak kérdés, hogy az-e a módja, hogy valamilyen hírek megjelennek a sajtóban, hogy a megvádoltnak kell tisztázni a magát, vagy a vádlónak kell bebizonyítani, hogy jelen esetben az ön által említett személy érintette vagy sem. Nézze, hogyha a Horváth dosszéról van szó, azt már légy ki kellett volna vizsgálni. Tehát egészen elképesztő az, hogy itt évek óta... A két ügy összefügg? Én azt gondolom, hogy
világosan kiderült már Gutfrend úr szavaiból is, hogy nézzünk be például a horvát András által felvetett esetekbe. Lehet más a politika eddig kétszer állt neki egy olyan kezdeményezésnek, ami alkalmas lett volna arra, hogy az adóhatóságot átvilágítsa, és megtudjuk azt, hogy milyen politikai szálak mozgatják ezeket az áfacsalás hálózatokat, ami minden magyar állampolgár zsebéből súlyos pénzeket húz ki évről évre, és ha nem teszünk semmit, ez még így fog kinézni a következő években is. Mind a kétszer elfalcolt ez a kezdeményezés. Ugye a Fidesz volt az, aki különböző kifogásokkal azt mondta, hogy nem írja alá. Most újra gyűjtünk aláírásokat, hétfőn be fogjuk ezeket adni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ilyen helyzetben a kormánypártok megmerik-e azt tenni, hogy nem támogatják ezt a vizsgálóbizottságot. Szerintem az önmaga lesz a beismerés, ha így cselekszenek. Ön szerint ennek az ügynek hány százaléka a politika? A Die Welt konkrétan politikai szálakról ír. Arról, hogy Magyarország nyugatellenes, antidemokratikus, antiliberális irányba tartó politikája miatt az Egyesült Államok döntött a kitiltás mellett. Én a nulladik pillanattól fogva azt mondom, hogy én ugye Nemzetbiztonsági Bizottságnak is vagyok a tagja. Én azt gondolom, hogy számunkra ez legfőképpen egy korrupciós ügy. Tehát Magyarországon minden állampolgárnak és a magyar kormánynak az az érdeke, hogy ne legyen korrupció, szorítsuk vissza a korrupciót. Engem, ami mélységesen fölháborít, az az, hogy a kormány részéről nem látom azt a törekvést arra, hogy akár ezen ügy kapcsán, akár már jóval előtte megpróbálta volna a korrupciós kockázatot csökkenteni, és az áfacsalások hálózatát felszámolni. És szerintem ez az a pont, aminél egyszerűen kormányzatnak már nincs mit takargatni, mert hogyha tényleg úgy az volt a koreográfia, kirobbant a botrány pénteken, három napig ugyanazt ismételgették, utána pedig elkezdtek szólamokat mondani a magyar-amerikai barátságról, majd közölték, hogy megbíznak a kollégáikban. Így egy ilyen ügyet nem lehet rendezni. Ha már az áfacsalásokat említette, akkor pont egy ezzel összefüggésben egy amerikai olajvállalattal kapcsolatos ügyben zajlik már nyomozás. Hát igen, ugye ez a vállalat 2011-ben jelezte, hogy problémákat lát. Két évig nem tudom, mit csináltak ezzel az ügyel, jó lenne, ha elmondanák, mert 2013. decemberében kezdtek el nyomozni, és most érdekes módon pont itt a botrány kellős közepén előjöttek úgymond eredményekkel, amik én 2 milliárd forintról szólnak. Én minden fillért meg forintot megbecsülök, de azt gondolom, hogy egy sokkal-sokkal súlyosabb tételekről van szó, és ezt mondja egyébként Horváth András is a nyilatkozataiban. És ezt látja mindenki, azt gondolom, aki józan parasztésszel gondolkodik, hogy egy ügynél itt ezért sokkal tovább kell menni, az egész hálózatot fel kell deríteni, és ennyivel nem lehet megelégedni. Tehát természetesen az is egy megoldás a kormányzat részéről, hogy most megpróbál felmutatni ilyen úgymond eredményeket, de ne gondolja a kormányzatban senki azt, hogy a magyar emberek el fogják hinni, hogy csak ennyi volt. Tehát itt szisztematikus munkára van szükség, egyrészt meg kell szavazni a mi vizsgálóbizottságunkat, másrészt pedig az egész napot át kell világítani, és a működését át kell gondolni. Mi a sajtótájékoztatónkon Vágó Gáborral adtunk is javaslatokat a kormánynak ezzel kapcsolatban. A kiemelt ügyeken főosztályán keresztül egy csomó minden olyan intézkedést kellene Magyarországon megvalósítani, ami úgymond a korrupciós kockázatot csökkenti, és a NAV-nak az ellenőrző, a bűnüldöző szerepkörét tudja erősíteni, illetve mi azt mondtuk, hogy a NAV-nak is, szóval nem a Nemzetgazdasági Minisztérium alá kellene, hogy rendelődjön, hanem sokkal inkább a parlament teljes felügyelete alá kellene, hogy tartozzon. Az LMP társelnökét, Cél Bernadettet hallották az előző percekben.